Mindenkit üdvözlünk, köszönjük szépen, hogy eljöttek. Kicsit így lehet, hogy erre bűlök egy kicsit. Így, maximálisan legyen kapcsolat. És akkor elkezdjük mai programot, mantrákról. Miről lesz szó, itt most meg is beszéljünk, milyen pár témát fogunk ma megbeszélni. Remélem, hogy látható lesz. Akkor fogunk beszélni hangnak a természetéről. Mi az a hangnak a természete, mi a mantra. Megbeszéljünk, hogy milyen a kapcsolata a hang és az univerzum között. Akkor fogunk érinteni témát, hogy pontosan mi a természete, pontosan a mantráknak, ugye? Elején még beszéljünk a hangokról, utána a mantrákról, hogy mi a mantra maga. Aztán ugye fogunk beszélni akkor az univerzum, milyen hatása van a természetre, a univerzumra, a hangoknak, milyen kapcsolata van a hangoknak. Ugyanakkor utána fogunk beszélni, a milyen kapcsolata van hangnak és a tudatunk. Milyen hatása van, hogyan működik. Akkor utána fogunk beszélni különbségeket a mantrák között, mert többféle mantra létezik, az gondolom sokan találkoztak, többféle mantrákkal. Erről is fogunk beszélni. És egy nagyon fontos a végén téma lesz, amit fogunk érinteni, hogy a szeretet ébresztő mantra. Azt is megbeszélünk, hogy milyen az a mantra, ami a legjobb mantra. Ugye, mert előbb-utóbb lesz, és ilyen kérdés embereknek szokott előfordulni. Annyi sok mantra van, akkor melyik mantra a legjobb? Akkor arról beszélni fogunk. Oké. Akkor beszéljünk most a hang és a természete, az univerzum kapcsolatáról. Kezdjünk a Bibliával. Ugye a Bibliában olvashatunk, hogy a teremtés úgy kezdődött, hogy először volt a hang. Ugye? A védikus írások szintén megerősítenek, hogy hang által volt teremtve a világ. A hang ez egy finom forma a világnak, mondhatjuk így. Először finom formában létezett a világ, a hang formában. Utána ez a hang elkezdte tágulni, és ki megnyilvánult egy ilyen fizikai sikon. Ezt egy kicsit fogunk beszélni. Ez azt jelenti, hogy ha minden hangból nyilvánult meg, ugye vannak persze tudósok, akik azt mondják, hogy hát először volt egy kaotikus anyag, és utána valahogy megjelent a rendszer, a bolygók, az ember, és utána majd kitaláltak emberek Istent, és így tovább. De a tapasztalatunk, ahogy mi élünk, és ugyanakkor a védikus tudomány is máshogyan magyarázza az egészet, majd mindjárt ezt megbeszéljük. De mivel már az elején mondtunk, hogy hangból indult a világ, a teremtés, minden, ez azt jelenti, hogy mindennek van egy saját vibrációja, hangvibrációja. Mi egész világ, ez egy hangvibráció, olyan sűrű, hogy meg tudjon fogni a tárgyakat. Szóval minden tárgy, ez egy hangvibráció, csak nagyon sűrű. Azért kézzel fogható azért. A bőrünk minden egy hangvibráció. Na most, amikor megnézzünk a tudósoknak az állítását, akik azt állítják, hogy először volt a káosz, ugye robbant valami,
káosz volt, és ez a káosz alakult, 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 és zseniális olyan rendszert kialakult véletlenül, hogy önfenntartható lett. Sőt, élet lett belőle. A tapasztalat mást mutatja. Ugye, hogyha mi megnézünk, hogyan gyártanak egy levest. Hogyha valaki felvágja a zöldségeket, fűszereket, és szétdobálja a szobába, behozza vasdarabokat, és szétdobálja, hogy a vasok darabokból legyen egyszer lábas, a zöldségek álljanak össze bizonyos arányokba, a fűszerek bizonyos arányokba menjenek oda a zöldségekhez, keveredjenek össze, aztán véletlenül gyűjtse meg magát a láng, és utána az egész rendszer, ami a zöldségek összekevernek magától véletlenül, a fém összeáll egy lábosba, a zöldségek be is kerülnek a lábosba, mert már ez a fontos, véletlenül bekerülnek magától, az minden még tűz fölé kerüljön, és utána bogyogjon főzőcs közön, legyen keverés is, mert fontos, hogy keverni legyen, és pont addig följön, ameddig megfelelő állaga ne legyen. Ugye nehogy szétfolyjon, följön, és nyers ne maradjon. Fontosan. Szóval véletlenül itt a bolygórendszerek úgy véletlenül összeállt minden az anyag, és minden, hogy pont ennyi lett, hogy tudjunk lélegezni, hogy tudjunk létezni. Pont. Se több, se kevesebb. Ugye? Mert most így van. Tökéletesnek néz ki. Hát, hogyha valaki egy leves példán ezt nekünk itt most bemutatja, lehet, hogy fog mondani, hát várjátok, ez millió éveket kell várni. Jó, jó, nem baj. Én várunk, mi? Millió évekek, addig a mélyhűtőbe befagyasszunk magunkat, tessék egy pár évmillió után engem felébreszteni, és akkor, amikor beindul a folyamat, hogy lássak. Ugye nem így van, hanem mindig van egy rendszer. És inkább fordítva van, hogyha mondjuk ember összerakja egy rendszert, egy gépet, és van egy rendezett gép, bármilyen lehet az, na az majd kaotikus lesz, szét fog rázódni, elkopik, lekopik, elhasználódik, és káosz állapotba fog jönni. Ugye? Inkább, de akkor, hogyha már az alap értelmezett, az alap beállítottság a világnak, hogy káosz lesz később, mindig ezt mutatja. Sose látunk, hogy mi megmondjuk egy gépet, meglazítjuk össze csavart, elkezdünk rázni, és akkor ettől majd meghúzódik, és rendbe jön a gép. Hanem jobban szétrázkodik, szét fog esni. A világ így működik, mi nap mint nap látunk, hogy mindig káosz felé megy. De hogy lehet akkor, hogy mivel káoszra viszi, hogy ez a káosz felépítő legyen? Nem, minden azt mutatja, leépülő minden. Szóval még csak nem kell tudós lennünk, nem kell különleges védákat tanulmányozni éveken keresztül, hogyha csak megfigyeljünk a világot, már tudjuk, hogy nem lehet egy robbanástól élet, meg rendszer, bolygórendszer. Ezért van egy hangvibráció, jó, itt egy kicsit a tudósoknak, van egy hangvibráció, ami már maga a rendszer. A hangvibrációban az egész világ létezik már rendszerbe, tökéletesen, és amikor ez nyilvánul meg, akkor kezd működni, de mivel van egy hatása ennek a világnak, akkor az a rendszer egy idő múlva kezd leromulani. Ezért minden, mondjuk tárgy, vagy mondjuk minden állat létezett és létezik mindig, de teremtés előtt egy finom formába, hangformába, és utána megfelelő folyamat által ez a hangvibráció kezd sűrűsödni, vagy tágolni, bár lehet mondani, hogy lehet mondunk, úgyhogy
egy ilyen megnyilvánuló tárgyává fog válni. Ugye ez történik. Szóval ezért a hangvibráció a tárgynak a neve, mondjuk úgy, ez annak a objektumnak, amelyiknek a neve, az a hang, az a finom formája. Szóval mikor mi mondjuk valamiről a nevet, a tárgynak, akkor az finom formában ott van, abban a hangvibrációban már jelen van. És most megnézzünk a ember szempontból, most beszéltünk egy kicsit Isten szempontból, hogy hogyan van teremtve, ugye, ahogy ő is mondja, számtalan szentírásban, hogyha hangból indul a teremtés, ugye a Bibliával kezdtem. A védikus írások fogják a Bibliának bizonyos állításukat. Ugye a Bibliában nincsenek részletek, mert úgy mondják, hogyha a védikus nyelven szutra, hogyha a Biblia sűrítve mondja dolgokat, és akkor nem ez a feladat, hogy részletezzen. Szóval nincsen hiba a Bibliában, de direkt vannak itt szutrákban. Meg vannak védikus olyan írások, amit csak ugyanúgy röviden nincsen kibontva részletek. Mint a mondjuk a Yoga Sutra, hogyha valaki olvasta a jogának a könyvét, nem lehet semmit érteni, mert nincsen részletek. És erre van már a többi védikus írás, ami részletezi. Mondjuk, hogyha a Bibliában van mondva, hogy először volt az ige, akkor a védikus írások megmondják, hogy, mi a folyamat, hogyan a hangból lesz anyag. De most nézzünk a mi magunkról. Ember hogyan teremt? Hogyha itt van nagyon szép, csodálatos épület, nem tudom hány éves, 100 van, de több mint 100 éves, ugye? Ez ilyen, szerintem ilyen Szegednek egyik műemléke is talán, gondolom én. Műemlékház. Igen, jó eltaláltam. Igen. Akkor, amikor hogyan kezdődött ez az épületnek a felépítése, építkezése? Ki tud mondani? Tervezéssel. Jó. Hát szerintem úgy, hogy figyelembe vették, hogy ez a ház, ugye a belső udvarával, ez feltehetően a tiszai kereskedelemnek a helyhez kötődött az alaprajza, hogy volt a hajózás, és akkor ugye ahogy hozzák a partról, és bent pedig a belső udvarban ott meg a gazdasági épületek, meg a gazdasági rész volt, mert ez egy kereskedelmi útvonalnak egy határmenti elég nagy települése. És ez is úgy épült föl, hogy laktak föl úgymond a főúrék, és ott az alsó épületben meg akik segítették az ő munkájukat. Jó, oké. Na most megyünk még legelejére, amit mondta Tamás, hogy a tervezés előtte volt, mielőtt belső udvara volt. Igen. Jó, ki mondja még, hogy lehet? Egy ötlet. Egy ötlet? Igen. Kezdődik az ötlettel. Először ember gondolja, milyen jó ez a szegedi város, van egy ötletem, legyen könyvtár. Van egy ötlet. Utána, és ez az ötlet, az úgy mondják, hogy intelligencia szinten volt az ötlet. Ugye ez egy finom, ez egy ötlet, ez egy, és akkor ő vizualizálta, hogy fog kinézni. Nincsen semmi terv még, csak így gondolta, hogy az ötletet körben vizualizálta. Mert általában, hogyha mindenki megnézi, amikor kapja egy ötletet, egy vágy, egy ötlet, akkor ez általában képformában van az emberben. Azt mondják, ez az ember tudatában legfinomabb hangvibráció. Ez a vizuált kép, ugye? Annak is vannak nevek szanszkritul, az ötletnek a hangnak a neve pasya. Ez az a hang, ami látható, vizuális hang. Utána jön a Tamás, és tervezi. Utána gondolni kezd, na akkor mi legyen, akkor terv, akkor ennyi szóba kezd rajzolni. Szóba ilyen, az a belmagasság, ilyen helységek legyenek, belső udvarra legyen, és minden megtervezi az alaptól tetejék. Ugye minden megtervezi. Akkor ez az elme, itt is hangvibráció, körbeépíti a azt a ötletet, a tervel körbeépíti, ahol muszáj még kiegészítő tudás az építkezésről. Ugye ez a Gyana Shakti, van egy energia, tudás energia, és így erősíti az ötletet, konkretizálni kezd.
És ez a vibráció, ami ötlet volt, kezd erősebb lenni már. Hatásosabb kezd lenni. Konkrét kezd lenni. Mert ötlet, mi néha sok ötletünk van, de nem viszünk végre. De az az ötlet, amelyik már tervezés alá kerülni fog, akkor annak már több esélye van, hogy valamikor megvalósítjuk. Amikor ezt megcsinálta, megtervezte az ember, átgondolta, utána mi a következő lépés? Építőanyagot kell gyártani. Igen, építőanyagot. Papíron rögzítjünk. Igen, nagyon jó, rögzítjünk a papíron, de mielőtt gyártjunk a alapanyagokat, beszélünk róla. Ugye, ember kezd beszélni. Elmegy a városnak a főépítéshez, vagy beszél a ügyvédekkel, a építőcsapattal, beszél. És ennek a beszédnek már van erője, ereje, mert megvan, van ötlet, van terv, ez erő, és mikor kezd beszélni, ez azt jelenti, hogy nem sokára hatás lesz ennek a beszédnek, itt fognak változni a dolgok ezen a utcán. Ez a amikor így meg van erősítve az ötlet a tervekkel, ember fel van hatalmazva erre, ez is nagyon fontos, mert nem úgy van, hogy bármelyünkünk holnap besétál a városnak a főépítészhez, és mondja, van egy jó ötletem, meg is terveztem, hogy akkor le fogunk dozerolni a bibliotékát, és építjünk valami más zöldségfeldolgozó csarnokot, ami a múzeum stílusában lesz. Szóval nem így van, hogy kell egy felhatalmazás, hogy ember hiteles legyen. Hiteles. De lényeg az, van egy ötlet, ez egy hangvibráció. Utána jön egy másik szintre hangvibráció, tervezés szintre, ahol ember gondolkodik róla. Utána még lejjebb megy, még konkrétum, sűrűbb hangvibrációra megy, mikor én már beszélek. Ugye már anyagi hangvibrációra megy, és ez a hangvibráció, amit ember kezd mondani, ez kezd változásokat hozni, úgyhogy mondja egy embernek, hogy figyelj, te gyere ide, ásd ki itt az alapnak a gödröt, te gyere ide, te itt fogsz kapálni, te fogsz falat húzni föl, és már szóból igazából fel volt építve ez az épület. A hangvibráció. Által először ez az épület megnyilvánult a tudatban, mint egy ötlet, utána megnyilvánult elmében, mint egy terv, utána beszélt róla, utána itt van az épület. Szóval így emberek is teremtenek, hogy hangból minden kezdődik. Még hogyha teremtünk is, építjünk egy autót, egy épületet, a hang vibrációja az alap. És ugyanúgy ez az univerzum. Ez azt jelenti, hogy a mi testünk is, ez egy hangvibráció. Ugye van a tudomány, a fizikai tudomány, kvantummechanika, amelyik a hanghullámokat tanulmányoznak, milyen formák vannak a hangoknak, hogy hangok is létez, vagy formát alakítják, és van számtalan ilyen, hogy mondjunk, kísérlet, amit mai nap ember képes elérni, mutatni, akkor itt meg fogunk mutatni egy kis videóba, hogy van egy ilyen hanggenerátor, ami ott herceket mutatja mindig, egyféle kvarc vagy valamilyen homokot szórnak egy ilyen padra, vagy nem tudom mi ez, tepsi, és változtatják a frekvenciát, és lehet látni, hogy hihetetlen szabályos mintákat, mert az a homok az csak kirajzolja a hangnak a formáját. Szóval mindenféle hang nemnek van egy formája. És így tudjuk látni fizikálisan, nem csak hallani, most persze kikapcsoltam a hangot, de fizikálisan látható, milyen mintázat van bizonyos hangoknak. Ez pedig nem konkrét informatikus hang, hanem ez csak rezgések, de még mindig van információ, látjuk a formát.
De mikor van egy értelmes hangvibráció, ami nem csak vibrációs információt visz, mint itt, hanem még mélyebb értelmeket, akkor az már 3D dolgokat is tud eredményezni, mint a testünk. Ez is egy, a testünk is úgy megnyilvánult az első emberi testek, mert mostani testünk ugye anyuká, apukától nyilvánul, de első emberi test teremtésből egy konkrét hangvibráció által megnyilvánult. Minden állat is, annak is van egy mantrája. Ugye, és van vibrálva mantra egy állatnak, vagy embernek, és ez a miatt, amikor nagyon van vibrálva, akkor csak kezd sűrűsödni ez a mantra, és akkor megvan a forma. Szóval ennek van egy tudománya. És most megyünk tovább, mert végül, ez még nem mantrák, de érdekes dolgokat már teremti, csak egy frekvencia, de mikor már, hogy mondtam, konkrét hangvibráció van mantrákba, ami komoly értelmet viszi, akkor ott még sokkal érdekesebb dolgot fog nekünk bemutatni, amit most itt lépjünk tovább. Az fog nekünk bemutatni, hogy fogták, hogy hogyan mondjuk létrejött a világban a legelső ABC. Legelső ABC írás. Ahogy mi megnézünk a nyugati írásunkat, az nyugati írásunkat ember kitalálta. Azt mondta, hogy megosztotta a hangtagokra a szavakat, és akkor, akkor kell, hogy legyen A, B, C, ezeket így megosztva kitalálta, hogyha ezeket kezdjük összerakni, akkor össze lehet rakni értelmes szavakat, amit mi beszélünk, és akkor mondta, jó, akkor A, akkor ezzel a jellel megjelenünk. A B-t ezzel a jellel. Ez egy ilyen feltételezés volt, hogy mi kitaláltunk, hogy minden hang, vibráció, hogy milyen jellel megjelenünk. Az jó, és akkor mi használjuk ezt, nyugati emberek. Viszont a legősibb ABC-t nem találták ki. Ugye van a szanszkrit, ABC, és a szanszkrit ABC az úgy jött össze, hogy az emberek, a bölcsek, akik megvalósított bölcsek, nekik van finom látásuk, hogy képesek látni vibrációkat, hangnak a formáját, és mikor leült a bölcs, és akkor elkezdte vibrálni mondjuk A betűt, akkor ő látta ennek a rezgésnek, mint most a tepsén láttunk frekvenciát, ugyanúgy ő látta az elmébe az ABC-nek a mintáját, A-nak. És akkor, na akkor ez az A lesz. B, C, és akkor 50 betű, ez szanszkrit betűk, ez nem nincs kitalálva. Ez, hogyha valaki tisztán vibrál, akkor ezek a jelek lesznek. Ugye, nem tudom, hát sokan ismernek az OM jelet. Az nincs kitalálva. Ez az OM, amikor ember tisztán kimondja OM-ot, akkor fog látni ezt a jelet. Szóval a mantrák már rendelkeznek a formában, finom szinten, és onnan jön minden finomról durvára. Látjuk mellette egy embernek az alakját a csakrákkal ábrázolva. Na most ugye minden csakra vibrál. Az első 6 csakra, amit számolhatunk, meddig tart, mindegyik csakrának még úgy ábrákban vannak a szirmok, lotusz szirmai. Ugye, és minden magasabb a csakra, annál több a lotusz szirom van rajta. Ugye, mondjuk a legalsóbb ez a 4 lotusz szirom, a legfőső, a korona csakra, azért a neve neki Sahasrara csakra. Sahasrara az azt jelenti 1000. 1000 szirmú lótusz csakra. De a 6 csakrával együtt, alul számolva, 50 szirom van. És ezek a szirmunk képviselnek a hangvibrációkat, az egész ABC-t. Szóval emberi test rendelkezik az összes ABC, szanszkrit ABC hangvibrációval.
Ugye, még egy fontos dolog, hogy amikor én mondtam, hogy meg, hogyan nyilvánult meg az ABC, van az Akshara szó kiírva, úgy neveznek a szanszkrit ABC. Akshara az azt jelenti elpusztíthatatlan, örökkivaló, hogy a hangvibráció, a szanszkrit az örökkivaló, sose pusztul el, ez mindig létezett. Ezt a nyelvet se találtak ki, az mindig van. És minden, ez az egész ABC-vel vibrálja az ember testje. És azt mondják, hogy például, hogy lesz szanszkritul én? Ugye magyarul én, hogy lesz oroszul? Ja. Ja. Németül? Ich. Angolul? I. Igen. Szanszkritul úgy lesz aham. És úgy van, érdekes, nem véletlenül aham, mert a, ez az első betű, aham, ez az utolsó. Szóval aham, ez azt jelenti, hogy ember olyan teljes felépítésű, hogy az A-tól Z-ig minden benne van az emberben. Az egész ABC összes hangvibráció. Ezért, aki egy kicsikét találkozott, érintkezett a csakrák tudományával, vagy információval, akkor ő tudja, hogy minden csakrának van egy mantrája. Hogyha van bizonyos probléma bizonyos csakrával, lehet vibrálni ezt a mantrát. Vagy ezeket a hangvibrációk az 50-ekből, vagy melyik csakrában van, azokat lehet vibrálni. Szóval így látunk, hogy az ember is teljesen mantrákon, a test, már csak a test, ez egy hangvibráció, és ez egy bonyolult hangvibráció az emberi test. Nem olyan egyszerű, mint egy asztal. Eláthatjunk is, hogy sokkal bonyolultabb szervezetként működik. Akkor, hogyha már a vibrációk vannak a testben, a hangvibrációk, és lehet gyógyítani a mantrákkal, ugye, vannak egyre kevesebb olyan szakértő, mert nagyon-nagyon tiszta tudat kell legyen, hogy működjön az embernek a mantrája, mert mivel ez egy finom tudomány, ezért itt nagyon sok feltétel van, hogy milyen feltételeket szükséges betartani, hogy hatékony legyen a mantra. Viszont, hogyha valaki képes rá, akkor nagyon erős lesz. Ugye, két példát mondom. Egyik példa, régen ugye olyan ajurvéda orvosok létezték, akik nem csak füvekkel, olajokkal, meg másféle kezelésekkel gyógyították az embereket, hanem mantrákkal. Ugye, ez sokkal jobb mantrával gyógyítani, mert nagyon finom vibráció, finom hatás, finom elem, és ezért nagyon mélyen tud menni, és hat, nagyon nagy mélyen, szóval ki tud kezelni a gyökért a betegségnek. Olyan is volt, például Indiában, nem tudom most már létezik még-e, lehet, hogy egy-kettőt megtalálhatjunk a világról, lehet többet. Amikor mondjuk valakit, ez gyakorolták orvosok, megmarta a kobra, főleg van Indiában híres kobra, király kobra, amelyiknek a mérge nagyon erős, és 20 perc alatt megül az embert. Hogyha valakit megmarta, akkor el kellett kapni ugyanazt a kobrát, rögtön nem szabad, hogy elszaladjon, és akkor el kell futni az orvoshoz, és akkor az orvos az visszarakja a fogát a lukba, és elkezd vibrálni mantrákat, és kobra visszaszívja a mérget. Mm-hmm. És akkor utána kész. Csak be kell kenni kis valami olajjal, vagy valamivel, és akkor rendbe jön az ember. Így, vagy régen működtek az átkok is, meg a áldások. Most annyira nem működik, mert ember nem tiszta tudatú már. De régi történelemben, meg hogyha valaki szeretett magyar régi meséket, ahol vannak bölcsességek, ott is voltak átkok a mesékben, meg áldások, ez működött régen. Minél tisztább, magasabb emberem, szintű ember, tudatú, akkor annál jobban működtek ezek a mantrák.
vagy átkok, vagy bármi, és a bölcsek, ugye néha tudták, miért átkozták valakit a bölcsek, csak azért, hogy tanítsanak meg valakit. Hogyha valaki valamit rosszat csinálja, akkor a bölcs az ő javára megátkozott. És akkor ember utána ébredt, kérlek, bocsáss meg, ne átkozz engem, nem tudnám, megértettem, többet nem fogok így csinálni, kérlek, hogy vidd vissza a szavaidat. Bölcs azt mondja, sajnos nem tudok. Mert olyan erevője volt a szavaknak, hogy ők se tudnak már visszavonni. Azt mondja, hogy én már, hogyha kimondtam, ez nem lehet visszavonni. Ennyi tudok csinálni, hogy most adok egy áldást. Hogy amikor bekövetkezik az átok, akkor legyen egy áldás, hogy ez neked maximálisan hasznosra váljon ez az átok. Hogy jöjjön ki belőle jól végül. Így működtek régen a mantrák, vagy akár átkok, vagy akár áldások. De gyakorlatilag most annál kevesebb. Most sokszor emberek hívnak engem, jój, nekem azt mondták, hogy valaki megátkozott, mindig megnyugtatom, ne aggódjon. Annak az embernek, aki átkozik, neki nagyon-nagyon lemondott kell lenni, nagyon tiszta életet kell élni, nagyon komolyan emelkedett tudatilag, hogy legyen ereje a szavaknak, mert most majd, hogyha lesz másik alkalom, akkor el tudok mondani, hogy működik, hogyha valaki akarja, hogy az ő szava legyen erősebb, akkor erről is tudjuk beszélni, hogy ez hogyan működik. Ez nem csak úgy van, hogy én fogom is bármit, bármikor, bárhogyan mondom, és fog működni, nem. Vannak feltételek. Ez egy másik téma lesz. Most beszéljünk finomabb dolgokra. Beszéltünk a testről. Ugye, hogy a testünk is egy hangvibráció, és a mantrák hatással van a testünkre. Végül a tudatunkra is van hatás. Mostani társadalom eléggé nagyon szétszórt tudatilag, nagyon aggódó típusok emberek, izgulnak, aggódnak, félnek, sértődnek, annyi sok minden nehézség van. Miért van ez így? Amikor nem egészséges hangvibrációt engedjünk be, akkor ez rombolja a tudatunkat, szétszórta teszi a tudatunkat. Ez a probléma. És azt mondják, az anyagi hang. Az anyagi, mivel az anyag is esik szét mindig. Ugye most bármit, amit új, az szét fog esni. Ugye amikor fiatal testünk volt, jó, most kezd szétesni. Miért? Mert hangvibráció. Ezért, amikor az ember hétköznapi életet él, és akkor engedi magába mindenféle hangvibráció, a kocsmának a nem tiszta beszédet, a televíziónak az értelmetlen sokszor reklámokat, és ezek a túl sok információ, ami még interneten is kap ember, szétszedi a tudatot darabokra. Meg van repedve a tudat, szétszórt, és nagyon gyenge az ember. Nem tud összeszedni magát. Nagyon nehéz ezt megcsinálni. Úgy hívják, ugye a Bhagavad Gita azt úgy mondja, hogy avyavaszayatmika buddhi. Ez azt jelenti, szétszórt a tudat. De ezzel szemben a mantrák, a tiszta hangvibráció ellentétes hatással van, pozitív, épülő hatással van, mert az minden épít, teremt. És akkor azt mondja, vyavaszayatmika buddhi, hogy összpontosítja embernek a tudatot, összeszedi, egészségesé teszi a tudatot. Ezért, és van kifejezés, amit ki van írva, mananat trayate mantraha. Ez azt jelenti, mana, elme. Trayate, megvédi, megtisztítja, meggyógyítja az elmét. Mi? Mantraha, mantra. Szóval mantra az mellett, hogy
kapcsolatban van az egész világgal, durva tárgyakkal, a testünkkel, de még finomabbat hat ez az elmére. Ugye, mert ahogy mondtam, az elme szétszórt. Ugye a védikus írások mondják, hogy az az eredmény, ahol mi most vagyunk a mi tudatunkkal, hogy küzdünk a világban, és mindig sok feszültségünk van, mindenkinek sajátja van, az úgy hívják a citta vritti. Hogy a mi tudatunk nagyon erősen aggódik, és nagyon meg van zavarodva. Az a avyavaszát, mint a buddhi. Citta vritti, vritti szó azt jelenti, hogy hullámok. Citta azt jelenti, hogy tudat, elme, intelligencia, ego, minden. És mindig izgalom, félelem és a tüve, ezek hullámok. Ami szétszórt, ami miatt szétszórt vagyok, mert ott most az történik, most ez, most az is kell, most ez a szétszorodás, és akkor ember nem tud nyugodt lenni. Ez a citta vritti. És mivel a mantra is vritti, mondhatjunk, hullámok, a mantra, és mikor ember beengedi az elmébe a mantrát, a hangvibrációt, akkor az kiegyensúlyozza, kicseréli a negatív, romboló hullámokat nagyon harmonikus hullámokkal, békés hullámokkal, egészséges hullámokkal. Az ember nagyon jó tudatba fog élni. Nyugodt, és akkor ilyenkor tud lelki megvalósításokba is részesülni. Jó, ez a mantrának a hatása, ami mindjárt még egy kicsit tovább beszélek, de egy fontos dolgot még a mantrákkal kapcsolatban mondanék, ugye, mert van sokféle mantra. Rengeteg mantra van, ami létezik, és akkor az interneten találhatunk. De hogyha nem vagyunk szakértők benne, akkor nem mindig kedvező fogni, ami szimpatikus, ami nekem tetszik. Na, jó hangzik, és akkor ez biztos jó. Nem mindig így kell alkalmazni a mantrákat, mert ez nem az alapján működik, hogy nekem mi tetszik, hanem itt is kell tudni, kell egy tudás, mi a jó, és mi a rossz. Ez ugyanúgy, mint ember tudja, ha amikor akar valamit venni, és lehet, hogy a igazi, eredeti ár, amit akar venni, egyszerűbb csomagolásban van, nem egy látványos, de a kínai hamisítvány sokkal csillagobb csomagolásban van, és akkor én megyek, nincsen tudásom, hogy lehet megkülönböztetni eredeti hamisítványtól, és mivel az jobban csillag-villag, akkor inkább azt veszek. Nem? Hanem ember először tanulmányozza, hogy mert ennyi sok kínálat van, de melyik az ír igazi közöttük. Ugye, és akkor megy és kérdez, keresi, aki szakértő ebben. Szóval nem, ember nem fog menni utcába, és minden szemben lévő ember, na figyelj, te tudnál mondani a véleményet, ezt akarok venni, hogy mi? Ugye nem így működik, hanem ember keresi a szakértőket. Szóval mantrákban is nem úgy kell, hogy bárkit kérdezhetjünk, nem lehet ezt csinálni, hanem szakértőket kell kérdezni. Ez azt jelenti, hogy meg is kell tanulni, ki a szakértő, mi a különbség a szakértő hiteles, vagy aki gondolja magának, hogy ő szakértő. Hát igen, így van. Ez is kell megtanulnunk. Miért? Mert hogyha nem a tudományosan, tudatosan hozzáállunk a mantrákhoz, akkor nem tudjuk elérni ezt a végtelen értékes hatását, amit nekünk tud kínálni egy mantra. Sőt, valamikor ellentétes hatás is lehet elérni. Ugye most például nagy divat van interneten, a Gayatri mantra, nem tudom, ki hallott a Gayatri mantrára? Ki nem hallotta? Én nem tudom, mi az. Az jó is. Jó. Ugye a Gayatri mantrák, ez speciális hangvibrációk, ami speciális, hogy mondjuk, célirányzott mantrák. És a róluk, a védák azt mondják, hogy ez a titkos mantrák.
Már egy pár ember, aki gondolta, na akkor titkos, de hát elolvastam, akkor én szereztem a titkos mantrát, rögtön kirakom internetre, és akkor mindenkinek, ez titkos mantra, és akkor az egész világ ismeri a titkát, a mantrát. És mikor ott van a szó, ez a titkos, az Gayatri, akkor ember gondol, na akkor ez a legjobb, és akkor elkezd használni. Szeretnénk mindenkit, aki használja a Gayatri mantrát, megnyugtatni. Nem működik ez a Gayatri mantra, ennek van egy folyamata. Ahhoz, hogy ez a mantra, működik a mantra, csak internetről nem működik. Mert van egy folyamat, hogy hogy lehet hazajutni ilyen mantrákhoz, mint a Gayatri. Majd elmondom olyan mantrát, ami működik, még interneten is. Azért nem működik Gayatri mantra, hogy neki vannak megint feltételek, hogy hogyan, hogy kell, hogy legyen működőképes. Mondom egy hasonlítást, egy példát, hogy két irányból mutatom két példát. Mondom az egyiket, mondom a védikus példát, utána mondjuk a modern példát mondom. Van egy ilyen fa, banyán fa, ez a neve Indiában, nagyon szép, csodálatos, értékes fa. És a banyán fának vannak pici gyümölcsök, amin sok magjával rendelkezik. Hogyha a banyán fának kiveszünk a gyümölcsből egy magot, és bele ültetjünk a földbe, és akkor elkezdünk ápolni, lacsolni, és mindent csinálni, ami kell, akkor természetesen, hogy nem fog kinőni belőle semmi. Mert ez a mag nem fog, nem aktív. Ennek a magnak egy folyamaton át kell menni. Ezt a magot meg kell, egy ilyen bizonyos galamb, vagy bizonyos madárfaj megeszi a magot, a szervezet feldolgozza, és mikor evakuálódik a szervezetből a mag, akkor aktív. Akkor fog csirázni, és akkor ki fog nőni a fa. Szóval ugyanúgy, hogy én csak egy mantrát internetről veszem, akkor az inaktív lesz hatása a tudatomra. Nem ad pozitív, biztos nem ad, negatív hatást fog adni. Mivel én nem vagyok beavatva ezekbe a körökbe, hogy vibráljuk valamiket, ugye, mert ez már finom szinten indulnak a változások, én nem vagyok beavatva, akkor visszahatásokat fogok kapni. Itt ezért, hogy csak úgy ismeretlen mantrát, ami nekem tetszik interneten, veszélyes elfogadni. Én látom sok embert, aki olyan problémákkal küzd, hogy utána valaki egész életig már problémája lesz, valakinek évek kell, hogy hatástalanítsanak magukat. Szóval ezért tudjuk, hogy a kés is tud lenni egy nagyon hasznos dolog, hogy tudjunk főzni, meg sok mindent használni, de kés gyilkolni is tud, hogyha mi nem tudjunk, milyen módon kell vele bánni. Ugyanak egy autó is tud szállítani, de tud megölni csomó gyalogos, mikor tudjunk Francia ország, vagy hol volt, ami kamionnal belegázoltak a tömegbe. Pedig ez a kamion előtte nagyon hasznos dolgokat csinálta, szállította fontos a szállítmányokat, ami lehet, hogy valahol életfontos volt. Szóval ugyanúgy nem szabad embernek gondolni, hogy a mantrák, az bármi, az lehet káosz. A mantrákban nem szabad káosz csinálni. Ez nem egy ilyen monarchia, anarchista dolog, hanem ott még jobb rendet kell figyelni. Mint a forgalomban nagyon kell, a forgalmat nagyon kell, ott kell lenni, nem lehet bárhogy menni, mert akkor hasznos lesz a forgalom, a célhoz, célponthoz jutunk. És mantrákkal is kell ismerni a kreszt. Kell, ez azt jelenti, nekünk kell a forgalomra ki fog minket tanítani. A szakértő, nem? Aki ebben szakértő. És csak akkor kapunk jogot vezetni, hogyha egy hiteles szakértő által tanultunk, akkor kaphatunk egy ilyen kis műanyag táblát, kártyát, ami lehet gyertyát is kaparni, de lehet rendőrnek is mutatni. Hogy én nekem van jogom vezetni, mivel én egy hiteles személytől tanultam.
Szóval mantrák, miért gondoljuk, hogy mantráknak nem kell ez? Ugyanilyen szakértő kell, hiteles, aki be tud avatni minket, jogot adni nekünk, jogosítványot, hogy mi használjuk a mantrákat. Ez nagyon fontos. Most mutatom, másik oldal ennek, ugye milyen negatív problémák lehet, azt nem akarok mondani, nem a horror eladásnak a címe. Rémisztő horror előadás, gyertek, szeretettel várunk, hozzatok a zsebkendőket, mert fogtok sírni a félelettől. Ugye nem ez a tervünk, hanem a tervünk jó, pozitív, építő jellegű legyen. De a másik oldalon, hogyha véletlenül nem kapok rosszat a mantráktól, amit internetre használok, általában kapok rosszat, de jót miért nem kapok, vagy nagyon korlátozott, vannak olyan mantrák, ami nem annyira veszélyesek, de mindig korlátozottan segítenek, csak egy darabig. Miért? Mert ez úgy működik, mint mostani modern világban mondjuk a szoftverek, a programok és a számítógépek. Ugye van interneten csomó program, és hogyha te bemész az oldalra, és akkor akarsz letölteni, akkor mondja, jó, fizess ki 30 ezer forintot. És akkor mondja, ha nem akarsz fizetni, akkor van próbaverzió, triál, hogy is mondjak. Próbaverzió, letölthetsz. És akkor annak két variáció van. Vagy 10-30 napig csak lehet, utána leblokkol, vagy mindig használhatsz, de korlátozott funkciókkal. Nem lehet sok funkciót használni, amire képes lenne a program. És ahhoz, hogy teljes mértékben funkciók működjenek nálad, ahhoz fizetsz, és akkor megnyitják neked a programot. A mantrák is úgy működnek, sok, van olyan mantra, ami internetről használok, de korlátozottan segít. Ha akarsz, hogy legyen korlátlan, akkor van egy folyamat, amelyik hiteles folyamat, amelyik által meg kell szerezni ezt a mantrát, hogy korlátlan funkciókkal legyen hatás rajtunk. Mi az a módszer, elmondom a általában a mantráknak, amit beszéltem a galambról. A mantrákkal kapcsolatban az úgynevezett guru, vagy lelki tanító mester. Akinek van, az neki is van lelki tanítómestere, amelyiknek van lelki tanítómestere, és az így megy egész istenig. Az a guru, lelki tanító hiteles, aki nem csak így felbukkant valahol a sivatagból, és ő kitalálta, hogy most ő guru is, akkor csatlakozatok hozzá, hanem a guru is tanítvány. És neki van egy gurúja, de az ő gurúja és a tanítvány az ő gurújának, és akkor ez így megy végig a fölfele. Mert föntről lefele a mantrának a vibrációja folyik le. És ez a gurú, aki hitelesen csatlakozva van, mert ez mindenhol így működik, hogyha én akarok orvos sebész lenni, és én csak valakit megkérem, masszágba tanítsa meg, attól még kórházban nem fognak beengedni engem műteni. Hanem kell egy hivatalos tanító, aki adhatja nekem az a tanítás, ami által utána kaphatok egy diplomát. Na, a guru ilyen kell, hogy legyen, aki adhatja nekem a mantrát. És Gayatri mantra ugyanúgy internetről, közvetlenül internetről nem működni, nem fog működni, korlátozott, vagy negatív hatású, de viszont a guru, amikor megkapta, mint a galamb megeszi a magot, a guru megkapja a saját gurutól a mantrát, és a saját tudatával átdolgozza a mantrát, és utána, amikor ezt a hangvibrációt átdolgozta, kiadja nekünk a jobb fülünkbe, akkor ez a mantra hatásos lesz. Ez fog bennünk működni. Ez nem lehet becsapni a rendszert. Nem működik máshogy. Ez a tudománya a mantráknak, az átadás. És ez gyógyító mantrák, minden mantra így működik.
De van egy mantra, ami nem így működik. De még ott is, hogyha akarunk igazából jobban hatást kelni, még az a mantra is jó lenne ezen a rendszeren menjen át. Jó, igen. És akkor vannak, ugye, ahogy mondtam, még különbségek a mantrák között, van gyógyító mantrák, van teremtő mantrák, van pusztító mantrák is vannak, ugye? Akkor van mantrák, ami által imádva van valaki, ugye, és ezt halljuk, van Om Shivaya Namaha, ugye a Shivának a mantrája, akkor van buddhistáknak a mantrája, Om Mani Padme Hum, akkor a csakráknak a mantrája, ennyi sok mantra van, és mindegyik ma, és ez sokszor ember megint, ami tetszik, az vibrálja. Ami nem baj, mert mi mindig egy szempontból, hogyha nem próbál túl bonyolultni az életét, akkor még annyira nem baj. Nem kell túl bonyolultni velük az életet, hogyha nem vagyunk szakértők, hogy ne legyen probléma. Egy szempontból ők van egy tisztító hatása, de nem egyformák. Mint nem egyforma, hogy most valaki jár a, hogy hívják a kezdőiskolát? Általános iskola. Általános iskola, utána van gimnázium. Középiskola, középiskola, és utána van a főiskola, egyetem, és ennyi. Akadémia, ugye? Ugyanúgy a mantráknak is vannak felosztva. Vannak mantrák, akik általános, vagy csak a test szinten működnek. Az csak testi, mint a csakra mantra, csakráknak a mantrája, Sivának a mantrája, az minden testi, maximum kicsit tudatilag. Om Mani Padme Hum, az is eléggé ürességre viszi, ugye? De van magasabb féle szintű mantrák is, és ez, itt is jó lenne tudni, hogy melyik a mantra, ami mondjuk akadémia szinten van. De ami a mantrák és az iskolák között nagy különbség, hogy az iskolában nem lehet rögtön menni akadémiára, hanem át kell menni minden. Mert csak akkor mehetsz akadémiára, amikor az előzőnek már meg is van a diplomája, ugye? De a mantrákkal nem kell ezt csinálni. A mantrákkal, hogy csak egy tudás kell nekem, meg itt hiteles, hogy melyik az a mantra, ami mondjuk a legjobb, akkor rögtön lehet ezt a mantrát használni, vibrálni. És sok között mantra, ugye, amit lehet sorolni mindenféle mantrákat, megpróbálni is lehet. Ugye van egyik, amit mindenki ismer, ez az Om mantra, ugye ez. Na, Omot mindenki vibrálhatja. Internet, nem internet. A számít persze, amikor interneten hallgatjuk, hogy azért nem mindig kedvező, hogyha nem tudjunk, milyen tudatú ember vibrálja. Mert akkor berakja a tudatot vibrációba. Hogyha ember, aki nagyon tisztávában van a Om mantrával, tudományával kapcsolatban, és Istenről tudományával kapcsolatban tiszta, akkor az ő vibrációja lehet tiszta. Aki nem biztos, nem tudja végig megérteni a dolgokat, de valameddig igen, akkor csak valameddig az ő mantra hatás lesz. Ezért jó lenne tudni, hogy melyik ember, aki maximálisan jó vibrálja mantrákat. Mert a mantra nem mindig kimondás, hanem a tudatnak az állapota. Nagyon fontos. Minél tisztább a tudat, annál tisztább a vibráció. Akkor az Om, ami om azt jelenti, hogy igen. Ez azt jelenti. Hogyha magyarra fordítjuk, azt mondja igen. Hogy Istennek mondom igen. Igen, létezel, igen, elfogadom téged, és igen, elfogadom, hogy legyen a te akaratod. Ugye? A Bibliában is vannak imák. És legyen a? Legyen meg a te akaratod. Te akaratod. Ez az Om. A keresztényekben is van az Om mantra. Ki tudja? Ki észrevette az Om mantrát? Amen. Amen. Ez azt jelenti, hogy legyen a te akaratod. Igen. Ez igen. Az az Omot jelenti. Om. Ezért, hogyha mi
ilyen tudást kapunk az OM-ot, akkor nagyon jó eredményt fog adni. Hogyha más tudást kapunk az OM-ról, mert OM annyira nyilvánítja nekünk a megvalósításukat, annyira viszi a tudat, amennyire megértésünk van róla. De megértésünk annyira lesz, amennyire milyen embertől kapunk róla a információt. Ezen kívül van még egy harmonikusabb, ugye, a mantra, a hangvibráció, amit úgy mondják, hogy szeretet eredményező mantra, szanszkritul amúgy úgy mondják, hogy maha mantra, a szó maha, vagy maha magyarosan, azt jelenti, hogy nagy. A legnagyobb mantrája, a legmagasabb szintű mantra, mert más a természete, mint más mantráknak. Ezért más hogyan működik, más törvények alapján működik. Hogyha mondjuk a Gayatri veszélyes lehet, a Hare Krishna mantra, ami maha mantra, kis lakom, az pedig nem veszélyes. Az teljesen, az mindig jó hatásos. Mindegy, hogy milyen állapotban valaki vibrál. Persze, hogyha egy tanítótól akarunk, akkor mindig halljunk a legjobb, legtisztább tanító. De amikor mi, mint emberek próbáljunk vibrálni ezt a mantrát, akkor ez, hogyha fekve, állva, szóval nincsenek szigorú szabályok. Ugye, hogyha mantrákban, amit Gayatri mantra például, ott van szigorú szabályok, ez nem lehet csak úgy sétálva vibrálni. Azt kell tudni, milyen irányba kell ülni, hány órakor kell ülni, mert azért csak akkor működik a mantra. A gerince legyen egyenesen, előtte kell végezni tisztító ceremóniát, meg kell tisztítani a tudatomat, a megfelelő irányba kell ülni, megfelelő időbe, megfelelő tudatállapotba, megfelelő szabályzott élet kell hozzá, mert akkor képesített lesz a tudatom a Gayatri mantra. És sok minden más. És hogyha nem így csinálok, akkor jönnek a visszahatások. A maha mantrának, mivel ez más természetű hangvibráció, majd mindjárt elmondom, milyen ez a vibráció, miben különbözik, ezért ennek nincsenek szigorú szabályai. Ennek a mantrának a vibráció bármikor jó, lehet reggel, délben, este, éjszaka, amikor valaki közben főz, mos, takarít, vezet, alszik, hogyha álmában is tud csinálni ilyeneket, az is lehet csinálni. Horkol ilyenkor, vagy más, hogy ért vagy, amikor, mert vannak olyanok, én megfigyeltem, ha elszabad ezt most mondanom, nem akartam a mondani. Jó, a főnök, hogyha megengedi. Szerintem a végére tartom. Végére, jó. Csak követjünk a főnököt. Jó. Oh my boss. Látod? Hatásos. Oh my boss. Ez jó. Szóval bármikor lehet vibrálni mantrákat, a maha mantrát, az mindig pozitív hatáson, sőt, még hogyha szét van szedve a szótagokra, akkor is működik. Például van Harei, vagy Hari, és mondjuk valamikor valaki mondja harisnya, hát a hari, ez egy mantra. Ez működik a tudatban. Amikor valaki megy és veszi ráma margarint, és mondja ráma, az mantra, ez működik a tudatra. Szóval ez egy különleges, ennek a mantra természete. Még hogyha mondjuk, nem tudom most hirtelen kitalálni egy ilyen szó, de mondjuk, hogyha olyan magyar szó van, hogy mondjuk elején kezdődik rá, utána valami betűk, szava, szótag, és a má lesz a vége. Még akkor is fog működni. Szóval így működnek ezek a mantrák. Ez különleges mantra. Azt mondják a bölcsek, hogy ez Istennek a szeretet irántunk, hogy ő megtrükkölte a nyelveket, és beépítette ezeket a mantrákat a magyar különböző nyelv, nem magyar, hanem ember különböző nyelvekbe, hogy mindig vibráljanak, mert akkor tisztítja a tudatot. Szóval ez ilyen különleges mantra. Ez maha mantra. Úgy hangzik, hogy Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Miben különleges?
abban különleges, hogy ez nem csak egy ilyen különálló hangvibráció, mint másféle mantrák vannak, hanem ezt úgy mondják, hogy ez a mantra náma. A náma szó azt jelenti, hogy neve. Hogy ez a három szó, Hare, Krishna és Rama, az Istennek a nevei. És mivel az Isten az, aki legpozitívabb, legkedvezőbb, legtisztább, legtökéletesebb, legkiegyensúlyozottabb, legharmonikus, ezért az ő szavai, az ő nevei ugyanezzel az energiákkal rendelkeznek. És ezért, hogyha valaki vibrálja azt a mantrát, és mivel ez Istennek a nevei, ezért nem kell ilyen szigorú szabályok. Más mantrák, mivel közvetett Isten nevei, ez közvetlen, ezért ott kell betartani feltételeket, itt pedig ezért nem kell betartani, ez bárhogy fog működni. És hatásos lesz. Még, mivel a más mantrák, hogyha még lelki mantrák is, akkor is, amikor ők visznek a tudatot, ők nem képesek az ember legalacsonyabb tudató szintűt vinni. Nagyon fontos embernek már egyféle tiszta életet élni. Mert mantra csak akkor fog működni, mikor én már egyféle tiszta tudattal rendelkezek, és mikor viszi a tudatomat a mantra vibrálással, akkor egy bizonyos plafonik. És kész. Ezek a mantrák nagyon korlátozottak. A maha mantra, mivel megint náma, Isten neve, akkor ő nagyon korlátlan. Ő legalacsonyabb szintű tudatú embert már kezd emelni, és viszi legmagasabb szintig. Ugye ez volt, hogy szeretet ébresztő mantra, hogy fel tud ébreszteni a szeretetet az ember tudatjában. Szóval ez a különbség a mantrák között. És ezért mondjuk, hogy maha mantra, meg legnagyobb mantra, meg egy ilyen fantasztikus és különleges hatásával van az emberre. Ember, aki ezt vibrálja, akkor ő boldog életet tud élni, meg fog szabadulni pont ezektől a vrittiktől, a hullámoktól, félelmektől, és vyavaszaját, mikor a buddhi összpontosított, összeszelt, egészséges tudattal fog rendelkezni. Egy úriember is. Nemes tudatosságokkal rendelkező emberre válik. Hát ennyit terveztem ma elmondani. Hogyha vannak kérdések, akkor mit kérdeztem? Én az előbb azt szerettem volna elmondani, hogy ez az éjszaka álmában, ez olyan, hogyha valaki mondjuk elmegy egy hotelbe, és akkor kiül a folyosóra, és ugye a szobában emberek vannak, és ott elkezdi hallani, hogy milyen horkolások jönnek ki. Akkor mondjuk ugye a harmadik nap után már tudja, hogy melyik szobában ki van. És én ezt onnan tapasztaltam meg, hogy én nővérként éjszaka üldögéltünk, és tudtuk a harmadik, negyedik nap már, mondjuk valaki két hétig bent volt, és különbözőképpen horkolt, csoszogott, krákogott, kehegett, és ilyen különböző hangokat adott ki éjszaka, akkor mi tudtuk, hogy ez kicsoda. Annyira jellegzetessége, hogy mindenkinek megvan ez a saját magája, a saját maga kis rezgése, mert horkolni mindenki... Horkolási horkol. Stílusa. Ja, az is van. Igen, azt is mondani, igen, azt is lehet mondani, hogy horkolási stílusa, de azt is megfigyeltem már, hogyha ugye ugyanazt a dalt énekeljük, mondjuk akár egy kórusban is, akkor is mindenkinek külön-külön rezgése van. Tehát hiába mondják, hogy nem most jó szólt együtt a kórus, mégis abban mindenkinek a sajátja benne van a közösben, és azt úgy szépen ki lehet hallani, attól függ, hogy mennyire figyelünk egy-egy emberre. Így van. És ez fontos, hogy mindenki egyéni személy, és hogyha együtt is működnek ilyen személyek, akkor is mindenkinek benne van a saját egyeniség, és ezért az a jó, amikor így egy mondjuk közösség ki van egészítve, pont mindenkinek magyarul úgy mondják, ismételhetetlen, hogy páratlan magyarul, igen. Mondjuk páratlan egyeniség, egyéniségükkel. Igen, ez van.
És ezért, hogyha mi visszaforduljunk a mantrákra, akkor mivel mi mindennyi egyéniségünk vagyunk, személyiségeink, akkor nekünk pont ez az egyéni szeretet fel lesz ébresztve a Maha Mantra által, és nekünk egyéni, páratlan kapcsolat lesz Istennel, mert mi mindannyian másunk vagyunk, mi nem leszünk egy, sose, nem lesz egyféle szeretet, hanem pont ez a jó, hogy ilyen változatosság, hogy nekünk, mindenkinek saját egyéni kapcsolat lesz Istennel. Ez a, pont ez a személyiség, személyes. Na mit jelent, személyes vagyok valakivel? Mert az ő egyéniségével kommunikálok, ez a személyes. Nem, hogy mindenkivel egy kalap alatt látom. És akkor Istennel ilyen kapcsolat lesz. Igen? Majd én tolmácsolok, jó? Ha a tudatunkat meg akarjuk tisztítani ahhoz, hogy specifikusabb mantrákat is gyakorolhassunk, annak egyik lehetséges módja ez a Hare Krishna mantra, vagy igen. Meg kell a guru pozíció, majd megmondja, hogy hogyan tisztítsam ki az én tudatomat. Én szeretném kitisztítani. Igen. Legjobb kell guru, mert ugyanúgy, hogyha én szeretnék elérni mondjuk sportba valamilyen eredményt, akkor elmegyek edzőhöz. Mert akkor én fog mondani, most ilyen az edzés legyen, most erősíts meg ezt a részt, mert ez most gyenge. Például, hogyha mondjuk akarok teniszezni, jó, akkor a guru mit fog csinálni, akkor oda fog ütni, ahol nem tudok kivédeni. Ugye, és akkor erősíti azt az oldalát. De ő kell szakértő, mert amikor én csak magammal a fallal ütögetek, akkor nem biztos, hogy utána kiállhatok bajnokságra. Szóval ugyanúgy, hogy én csak magától mantrázhatok, akkor valamilyen szinten juthatok, de korlátozott lesz. Ezért jó egy hiteles személy. Hogyha én akarok komolyan csinálni, és szeretnék azt az időt, amely már úgyis be akarok fektetni, és kapni reális eredményeket, akkor érdemes hitelesen. Ugyanúgy, mint az ember tudja otthon is tanulni a sebészetet internetből, de csak elmegy az idő, mert még mindig nem fognak beengedni a kórházba dolgozni. De akkor már, hogyha már időt szálljunk rá, energiát, akkor már hiteles legyen. Én ezt javaslom. És akkor ott megmondják, tudod, hogyan, mantrával, vagy még valami kell segítséget, vagy valami feltételeket, és akkor az már korrekció lesz, és akkor működik. Ott hátul, kéke? Én azt szeretném megkérdezni, hogy az egész csakrák gyógyító mantráit megmondja, vagy ahhoz is egy előképzettség szükséges? Nem, meg lehet kérdezni. Ó, persze, hogyha... Jó vázol, tehát... Aha, az nagyon jó, igen. Az jó, igen. Persze vannak, fel van sorolva, hogy minél tisztább a tudat, még a csakrák mantrájákkal kapcsolatban, annál hatékonyabb tudjunk vibrálni. Ugye, és akkor ott megvan, hogyha ember kiegyensúlyozó, sose aggódik, békés mindig, tud szabályozott életet élni, hiszen nem csak szalad össze-vissza, aki ilyen uralja saját magadon, az az ember már nagyjából tud jól mantrázni. Ugye? De hát interneten is van Vam, Lam, Ram, Yam, Kam, ezek a csakráknak a mantrája. Vam, Lam, Ram, Yam, Kam. Vam, Ram, Yam, Vam, Lam, Ram, Yam, Kam. Interneten is van. Vam, Lam, Ram, Yam, Kam. Om, ez a Szahaszrára csakra. Vagy ott a másik mantra is, ma Om meg ide is jöhet a Agya csakra, vagy mondjuk harmadik szem csakra. Interneten nyugodtan ott fel van, hogyha beleírjuk a csakráknak mantrája, akkor ott vannak. És akkor
lehet vibrálni, akkor ez erősíti, aktiválja, segíti, mondjuk, hogyha a magyarul mondjuk a gyökércsakra, vagy a szanszkritul mondjuk muladára csakra, hogyha annak a mantráját vibráljunk, és ülünk, hát mondják, hogy ilyen, ugye bandák, ugye vannak ilyen zárok, amikor csináljuk, és közben vibráljuk a mantrát, vagy előtte, vagy utána, akkor ez jobban harmonizálja akár a gyökércsakránkat. Ugye, hogyha a tüzet akarunk, ugye ezt a csakrát, a napfonat? Igen. Csakráját aktiválni, akkor mondjuk rám, ugye, akkor ez aktiválja tüzet a szervezetünkbe, és azt a csakrát. És akkor így. Nyugodtan meg lehet nézni ott. Neten. Kérdésem van, hogy gurutól lehet kapni, tehát több mantrát is, vagy csak egy mantrája van mindenkinek, vagy egyet kap mindenkinek? Általában egyet kap. De hatás az egyéni lesz. Szóval mivel ez a maha mantra, ez a náma, megint, ő egyéni hatással fog adni. Ezért gurutól egyénileg kapunk ugyanazt a mantrát, ugyanúgy, mint mi, egy ember vagyunk, de mindenkivel egyéni kapcsolatban lehetek. Ugye? Nem tudok mondjuk a férjemmel, úgy, mint a gyerekemmel kapcsolatban lenni, vagy fordítva, hanem így csinál. Ugyan, hogy a mantra lehet, hogy egy, de egyéni kapcsolatban. Egyéni fejlődésem lesz, egyéni érzéseim lehetnének, és minden egyéni. Csak az elkísér a sírik. Hogy? Elkísér a sírik, az a mantra. Elkísér nem csak a sírik, hanem a túlik. A sírik csak elkísér a kocsma. A sírik kísér. De mantra az minden, síren át kísér. Minden halálon át. Igen. És azok a betűk, amik benne voltak a képen a csakrák helyén, az a rezgő hangjuk? Igen. Az a rezgő. Igen. Jó. Más kérdések esetleg? Igen? Azt szeretném megkérdezni, hogy ma olyan mennyiségű információ áramlás van, hogy honnan lehet a szalójában igazából tudni, hogy ki az igazi gyúró, és ki az, aki csak annak mondja magát. Mert igazából ez egy gyönyörűen mindenki, aki jött. Igen, mindegyik meggyőző. Úgy tűnik, hogy igen. Ő úgy. Igen, bármi. Később majd ki fog derülni, hogy lehet, hogy nem annyira. Igen, csak ne legyen késő. Igen. Igen. Igen, mert mindegyik meggyőző, és jókat mond, és akkor, és lehet, hogy valaki még szimpatikus is, mert jó kedves ember, de ettől még nem biztos, hogy jó, mint guru, igen. Ezért ugye most tartottunk előadást tegnap előtt, pont erről beszéltem, hogy ez a keresőnek a felelőssége. Mielőtt megtalál és kiválasztja, akkor először kutasson, milyen kritériumok alapján kell megkülönböztetni, mert vannak tulajdonságok a guruknak. És le van írva, hogyha ilyen tulajdonságokkal rendelkezik, az hiteles, hogyha ilyen tulajdonságok, nem hiteles. És nekünk kell tanulmányozni, kérdezni, kutatni, hogy mi alapján felismerem a jót, és a rosszat. Mondja, mint van a Bhagavad Gita, ott is a Krishna beszél a bölcsekről, gurukról, és Arjuna rögtön, mielőtt tovább mentünk, már az elején mondta, jó, akkor most szeretnék tudni, mi alapján fel tudok megkülönböztetni, felismerni, hogy nehogy menjek a rossz útra. Szóval nem mindig csak az érzésre kell alapozni, mert sokszor a nők, ami jó éreznek, na, úgy érzem, az jó, nem mindig az legyen a fő kritérium. Nem baj, hogy van érzés, mert nők nem tudnak kikapcsolni, de nagyon fontos, hogy kiegészítőként van egy jó tudás róla. Ugye? És akkor a guru van pár kritériumot tudok mondani. A elején már mondtam, a guru az a guru, akinek van guruja. Mert guru magáról nem gondolja, hogy a guru ő szolga. Én mit csinálok? Én mindenkit szolgálok. Mert a guru megkérte, hogy ezt a tudást továbbítsuk, amit én megkaptam az én gurumtól.
És akkor ő nem gondolja, hogy én most nagy guru vagyok, ő azt gondolja, hogy szolga. És ő tanítvány a gurujának. Ő sosem mondja, hogy én tudom. Ez az én véleményem. Nem, ő azt mondja, a védikus írásoknak ez a véleménye. Mert az én véleményem relatív lehet. Mert azért egyik ember mondja, így, másik úgy, harmadik így. Mindenki meggyőző, de mindenki relatív, mert saját pozíciót mutatja. De a védák, ők abszolút pozíció. A védáknak a véleménye az Istennek a véleményét képviselnek, és ezért az hibátlan. És igazi guru, ő az a vélemény alapján él, és neki van tapasztalata. Igen, ez így működik az életem, ezek a az az Istennek a véleménye, a tanításai, az egyetlen egy dolog, ami működik. Nem lehet kitalálni. És ezért az ő szavai, amikor ő mond, mindig idéz valamit. Hogy amit ő kimondja, akkor mondja, ebben a Szentírásban is ezt mondja, és ezt mondja, ez a Szent, ezt mondja Isten, és állandóan lehet követni, hogy átlátszó lesz, hogy mi látjuk, ó, mit, hogyha Isten beszél, mert ő mindig Isten szavakat ismétli, akkor ő egy átlátszó közeg. Ez a guru. De mikor mi gurut látjunk, hogy az az ego minden, nincsen kapcsolat Istennel, csak ő magának csinálja, az már nem guru. Az gurul. Elgurul. Mindig, amit mond, mindig így csinálja. Hát egy pár ilyen kritériumot mondtam egy röviden. Akkor elég kevés gurul. Igaz. Gurul sokan, de guru kevés. Igen. Mint a Mercedes gyár, csak egy van. De vannak képviselők, amik hitelesen nem magukat képviselnek, hanem tényleg Mercedes gyár felhatalmazta őket, és akkor van Magyarországon, és ugyanúgy van Isten, ő az egész gurugyár, és vannak, akik guru, és akkor ez a hiteles képviselő. Mert guru az Isten képviselő. Igen. És megint ez a felelősségünk, hogy ezeket így kutassunk. Nagyon szívesen. Oké. Akkor meg szeretném köszönni előadóktól ezt a szép előadást, és azt hiszem, hogy megtapsolhatjuk. Köszönöm mindenkinek a figyelmét, illetve hogy eljöttek ide, és szeretettel meghívom önöket a következő előadásra, holnapra.